ki szerettem volna állítani a filmes kellékeim, és azt mondták nekem, hogy 250-300 ezer forint egy stand per négyzetméter nekem. Brit tudósok szerint 6 férfiből 2, az 4. Hali papi, jogosan teszitek fel a kérdést, hogy miért vagyok mostanában mindig baseball sapkában, de igazából magam sem tudom a választ. Hát ugyan leszek, mint a trutykó, hogy így állandóan így sapka lesz rajtam. Miért nem volt a Movies Fesztiválon? Kicsit erről beszéljünk. Meg egyáltalán erről, hogy most mi is ez. Aki nem tudná, egyébként ez egy online Video Stars rövidítése van. A Szilágyi Zolival meg is csináltuk egyébként a majdnem Video Stars-t, de aztán nem lett belőle semmi. Hát ezt egy évente megrendezik, és ez gyakorlatilag arról szól, hogy a videósok, a híresebb videósok, vagy kevésbé híres videósok itt találkozhatnak a rajongókkal, a nézőkkel, kinek mi tetszik. Erről szól ugye ez a rendezvény, aki nem tudná esetleg, és hát igazából ez egy jó kezdeményezés is lehetne. Hiszen itt semmi másról nem szól, csak maga a YouTube-ozásról, tehát ez egy YouTube találkozó, tehát nem keverendő össze a PlayIT-val és hasonló rendezvényekre, ez csak kizárólag erről szól. Elhívtak engem is egyébként, tehát kaptam levelet, hogy menjek. Nem mentem el. Több okból sem mentem el. Az egyik a tapasztalataim voltak, illetve az élményeim tavalyról. Többek között, hogy alig tudtam bejutni a bejáraton, mint meghívott, mert még jegyet se akartak adni. Nem is megyek bele inkább ezekbe a dolgokba, elmondom inkább az egészről a véleményem. Tehát nem hiszem azt, hogy egy olyan rendezvény, ahova a videósokat hívják meg, tehát a videós rendezvény, ahova engem meghívnak, illetve még rengeteg videóst, nem hiszem, hogy egyenesen arányosban van azzal, hogy ő azt kapja cserébe, hogy ott lehet. Ez egészen szürreális, többek között ugye, vegyünk egy nagyon apró példát, jó, nem tudom hányan voltak, most több ezer ember megfordul nyilván egy ilyen rendezvényen, ne legyünk nagyhitűek, mondjuk azt, hogy elmegyek én, és esetleg eljön miattam 10-15 ember, tehát azt hiszem, hogy nem vagyok, nem vittem túlzást, vagy nem akarok hatalmasra támadni, ne legyünk beképzeltek, eljön 10-15 darab ember. Ugye az árak mellett, hogy 4-5 ezer forinttól egész 8-10 ezer forintos jegyeket is árulnak. Bárhogy nézzük, ez a 15 ember is, aki eljön, értem, az minimum egy 80-90 ezer forint. Csak az, hogy ők a belépőt megveszik, arról már ne is beszéljünk, hogy ott bent vásárolnak esetleg ezt-azt. Tehát ebben már ne is menjünk bele. Nyilván nem arra gondolok, hogy ebből a pénzből egy nagyon minimális anyagi juttatást azért elvárna az ember egy ilyen rendezvénytől, hiszen ha már miattam rendezték meg, tehát még egyszer ez olyan, hogy én azt kapom cserébe, hogy ott lehetek. Nyilván nagyobb videósok kapnak bizonyos összegeket, tehát nem tévesztendő össze azzal, hogy a kis videósok esetleg örüljenek, hogy ott vannak, ami egy ilyen nagyon jó magyar hozzáállás. De igazából az ő bérezésük is teljesen nevetséges a rendezvény bevételéhez képest. Tehát mondhatni azt, hogy elég nehéz erről úgy beszélni, hogy ne legyen az emberbe indulat, meg átlássák azok is, akik nem tudják, hogy az egész miről szól. És itt nem akarok senkit megbántani, meg nem akarok semmilyen cég ellen fordulni, senkit nem fogok itt név szerint sem emlegetni. Egyszer maga a rendezvény, meg a felfogásról szeretnék beszélni egy picit, hogy ez, amikor megpróbálja a szervező megmagyarázni azt, hogy nekik veszteséges egy OVS, tehát hogy ők csak jó fejségből csinálják, az már tényleg mindennek a határa. Nyilvánvalóan nem veszteséges az egész, rohadt jó pénz, nagyon durva pénz, de ez körülbelül úgy néz neki, mintha rendeznék egy celebekkel, mondjuk ilyen magyar celebekkel egy rendezvényt, egy találkozót, és azt mondanám, hogy az összes celeb örüljön, hogy ott lehet. Én viszont szedek érte rengeteg pénzt, meg bevételt,
azáltal, hogy igazából csak ők vannak ott. Tehát belőlük szedem a bevételt, most ugyanígy néz ki a YouTube, hogy belőlünk szedik a bevételt. És amikor ezt megemlíti valaki, akkor nagyon csúnyán le van teremtve, meg hogy te örüljél, hogy ott lehetsz. Tehát, hogy nem keverendő össze mondjuk egy PlayIT-val, mivel a PlayIT alapvetően egy hatalmas nagy rendezvény. Az egy rendezvény, amiben rengeteg program van és olyan dolgok, amiért egyébként teljesen más közeg is bemegy. Itt ugye erről nincsen szó, itt magát a videósok a rendezvény. Na most, hogyha egy PlayIT-re azt mondják nekem, hogy én kapok egy két főre belépőt, és ezáltal az egész rendezvényen részt vehetek, és kipróbálhatom a programokat, megnézhetem maga a rendezvényt a pavilonokon át, a stadion, vagy mi az a pavilonokon át, megnézhetem a standokat, ugyanakkor etetnek, itatnak, cserébe én föllépek, ez nekem, és mondjuk a párommal, tehát kapok egy dupla belépőt egy PlayIT-ra, ez nekem megfelelően kielégíti azt a fajta üzletet, amit cserébe én adok, hogy esetleg ott föllépek az egyik színpadon, illetve én is részt veszek, mondjuk adom hozzá az arcom, és ezzel is minimálisan természetesen, de emelem mondjuk a színvonalat a YouTube-os részlegem, de mivel ez egy hatalmas rendezvény, ezért ez egy tök jó dolog. Na most az OVS ezzel szemben, hogy én azt kapom cserébe, hogy ott lehetek azon a rendezvényen, ami csak rólunk szól, ez egész egyszerűen nevetséges. Tehát, hogy írjam ezt körbe, vagy ki az, aki nem érti? Nem azt mondom itt, hogy feltétlenül anyagi vonzata legyen, de az, hogy ott lehetek, és pogácsát és ásvány vizet kapok, ráadásul egész nap, tehát, hogy ez a VIP rész, és az, hogy örüljek, hogy ott lehetek, ez engem nem elégít ki. Valamilyen minimális dologban egészítsék ki ezt a dolgot, hogy legyen kedvem elmenni, és ne az legyen, hogy én örüljek. És még egyszer, tavaly is azért mentem el, mert hogy nagyon sok emberrel találkozhattam, aki mondjuk néz engem, és szeret, és ez nagyon jó érzés volt. És akkor itt feljön az a téma, hogy na hát akkor örüljél neki, de hát ez nem így megy. Tehát ez nem így megy. Én nem szeretném senkinek a zsebét tömni. Én nekem elegem van ebből az állandó lehúzásból. Az, hogy az embert hülyének nézik. Az, hogy kihasználják a fiatalokat, idősebbeket és az egész korosztályt. Ez engem borzalmasan zavar. Valamit csináljanak, ami mondjuk a PlayIT is az volt idén, hogy azt mondtam, hogy igen, kitettek magukért, cserébe ez nekem megéri. Megéri az, hogy oda megyek. Nekem adott ez annyit cserébe, hogy én igen, menjek el, és ott legyen dolgom. Tehát, hogyha ugye lent vagy egy OVS-en, és akkor van már dolgod. Igen, akkor be kell ülnöd a dedikálóba, ezt kell csinálnod, azt kell csinálnod, fellépsz, stb. De az, hogy semmilyen ellenszolgáltatást nem kapsz, és még normális ételt, italt sem tudnak biztosítani, és annak örülje, hogy te bent vagy, ez számomra teljesen elfogadhatatlan. Aztán itt lehet azt gondolni, hogy hú, ilyen csak a pénz a lényeg, meg akkor nem, ez nem erről szól már rég. Ez így ebben a formában nem létezik, tehát ilyen nincsen. Tehát én nem csináltok egy olyan rendezvényt, ami rólatok szól, oda meghívlak benneteket, hogy belőletek húzom ki a hasznot, és azt mondom, hogy ti örüljetek, hogy itt lehettek. Tehát én ezt nem fogadom el, és ez teljesen, teljesen szürreális az egész. Úgyhogy ha valamilyen úton, módon ezt tudták volna kompenzálni, de tényleg nem is tudom, akármi jól esik az embernek, hogy nem tudom, kap egy pár belépőt legalább, hogy amiket kisorsolhat. Felajánlnak valamit, hogy használhatod egy hónapig a Greenbox stúdiónkat, vagy mit tudom én, valami szart, amiről tudod, hogy szar, de legalább próbálkoznak, de ez a számomra teljesen erőhelyes. És így vannak ott rengeteg videós, ott van, aki azt gondolja, hogy ő örülhet, hogy ez nem így van, mert hogyha ő kitalálna azt, hogy XY helyen találkozzon a nézőivel, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan oda mennének. Ez nem kell egy OVS fesztivál. Ezért nem kell megtömni a zsebét bizonyos embereknek. Én így gondolom. Úgyhogy én ezért nem mentem.
nem is fogok menni, röhelyesnek tartom az egészet, és nevetségesnek, szervezetlennek. Ott álltunk tavaly másfél-két órát kint, hogy egyáltalán bejuthassak oda, ahova fel voltam írva, mint fellépő, nem kaptam jegyet, ott kellett szerencsétlenkedni, tisztára égő volt az egész, szervezetlen volt, és igénytelen. És 5-6 ezerért árultak egy fehér kinyúlt nyakú pólót, amire rá volt írva, hogy OVS. Vegyék meg a szerencsétlen gyerekek. Nem értek egyet ezzel a rendezvénnyel, ezért én el is zárkózom, nem is szeretném, ha többet hívnának engem. Nem is fogok menni, amíg ennek a színvonala nem változik. Illetve szerintem más útja van annak, hogy a rajongókkal, a nézőkkel találkozzanak a fiatalok. Nem hiszem, hogy ez a módja, de egyelőre úgy néz ki, hogy Magyarországon sajnos ez. Nagyon nem tetszik az egész rendszer. És azok a pénzösszegek, amiket ők ebből maguknak bezsebelnek, nem beszélve a szponzorokról, az, hogy tavaly kiszerettem volna állítani a filmes kellékeim, és azt mondták nekem, hogy 250-300 ezer forint egy stand per négyzetméter nekem, az egész egyszerűen szürreális és nevetséges. Utána abban állapodtunk meg, hogy akkor a VIP részlegbe rakjam be, mert az milyen jó lesz, akkor beleírják a VIP 1-be plusz, hogy ez is beletartozik abba a 8-10 ezer forintba. Mert volt VIP 1, akik a VIP részleg mellett lehettek volna srácok, és ez volt a megállapodás, hogy akkor hozhatom el, hogyha oda föl csinálok egy standot, és ők meg bele fogják írni a jegybe, hogy ezt is tartalmazza. Most ezt én már nem szerettem volna, köszönöm szépen. Nem szerettem volna azt, hogy úgy jöjjön oda pár srác, aki mondjuk megszerette volna nézni a filmes kereket, hogy ő nem jöhet föl a VIP részre, mert nincs 8 meg 10 ezer forintja a belépőre. Én ezt meg szerettem volna mutatni ott egy csomó embernek, akit érdekel, vagy ilyen sci-fi rajongó. Na. Úgyhogy hát nem fizettem érte aztán 250-300 ezer forintot, hogy azon a rendezvényen, ahol miattam jönnek el esetleg megnézni ezeket a cuccokat, mert közben meghirdettem, hogy ez lesz. Ezért nem fizettem, elzárkoztam ettől, és attól is, hogy a VIP részlegbe betegyem, és ők beleírják még a jegybe, hogy ezt is tartalmazza. Szóval röhely, na. Ez röhely, ez nonsense. És természetesen le akartak telefonon beszélni a marketingesek engem, hogy hát értsem meg, hogy ne jöjjek már ezzel, hogy miattam jönnek a nézők. Tehát ilyen hozzáállás volt. Mondtam is, hogy én kicsit már idősebb vagyok azért, hogy ezt hallgassam, ezt a fajta beszélgetést telefonon, tehát ez biztos vagyok benne, a 15 éves lennék, akkor ugye marketinges ezt a fejemre olvasná, de így azért ennyi évesen már így nem hiszem, hogy így egy ilyen telefonbeszélgetésnek van értelme, hogy egy rendezvény, ahol mi miattunk van, ott megmagyarázzák nekem, hogy én ne jöjjek már azzal, hogy miattunk van, szóval örüljél, hogy ott lehetsz, és hogyha standot akarsz, akkor fizessél 300 ezer forintot, hogyha szeretnél oda kitenni valamit még pluszban te. Röviden ennyi az OVS-ről, úgyhogy engem nem érdekel, egy kalapszar az egész. Ez a véleményem róla. Nem bánom, ha nem hívnak soha többet, tehát hogy én őszinte leszek mindig, őszinte voltam a PlayIT-val is, utáltam, gyűlöltem, kurva igénytelen volt. Idén, mivel átvették, ennek hangot is adtam, hogy mennyivel javult a színvonal, mennyire elfogadhatóak voltak azok a feltételek, amiket biztosítottak azoknak, akik meghívottként színpadon szerepelve ott lettek. Az OVS az meg a béka segge alatt, tehát hogy ennyit tudok az egészről elmondani. Ez az én véleményem. És nagyon-nagyon sajnálom, hogy egy ilyen fesztivál nem ér meg annyit a szervezőknek, hogy egy magasabb szintre emelje, és szívesen menjenek el azok a szerencsétlen, még egyszer nem is magamról beszélek, de azok a méltán híres magyar YouTube-osok,
ez a szó is furcsa, hogy híres, mert kinek mi a híres, nem is fogok belemenni, nem is érdekel, tudjátok, hogy kikről beszélek. De azok biztos, hogy benne van a munkájuk, és az, hogy 4-5 órán át ott valaki fellép folyamatosan, meg aláír, meg nem is tudom, még egyszer nem magamról beszélek, én csak egy senki vagyok. Az nincs arányosan sem a bérezésükkel, semben. Ez már biznisz, ebben rengeteg pénz van, ezt aki nem érti, az hülye. Tehát ez már itt nagyon komoly pénzösszegekről szól, amit elfelejtenek az emberek. És sajnos ez is ilyen magyar mentalitás, hogy sose azok járnak jól, akik miatt, vagy akikből szervez, nem egyszerűen, nem is ér nonsensz. Na, nem akarom húzni ezt. Na, értitek. Na, papi.